Az igazi élet szeretetének tárgya az, amire az Isten megnevezéssel utalunk, vagy legalábbis utalnunk kellene. Ha csak látszólagos élet szeretetének tárgya a változékony, az, ami világként jelenik meg nekünk, és amit így nevezünk. Az igazi élet tehát Istenben él, és Isten szereti. Ha csak látszólagos élet a világban él, és megkísérli a világot szeretni. Egyáltalán nem számít, hogy ez az élet melyik sajátos oldaláról közelíti meg a világot. Amit a közönséges szemlélet morális eltévejedésnek, bűnnek és véteknek tekint, valóban károsabb és veszedelmesebb lehet az emberi társadalomra nézve, mint némely más dolog, amit a közönséges szemlélet jóvá hagy, vagy akár dicséretesnek vél. Az igazság szemében azonban minden élet, amely szeretetével az esetleges felé fordul, és gyönyörűségét bármilyen más tárgyban keresi, mint az örökben és a változatlanban, egyedül azért és azáltal, hogy gyönyörűségét egy másik tárgyban keresi, épp olyan semmis, nyomorúságos és boldogtalan. Az igazi élet a változatlanban él, ezért se veszteséget elszenvedni, se gyarapodni nem képes épp úgy, ahogy maga a változatlan, amelyben él, sem képes ilyen veszteségre vagy gyarapodásra. Minden pillanatban teljes. A legfőbb élet, ami egyáltalán lehetséges, és szükségszerűen mindörökre az marad, ami bármely pillanatban volt. A látszólagos élet csak a változóban él, és ezért nem marad önmagával azonos két egymást követő pillanatban. Minden következő pillanat elnyeli és felemészti a megelőzőt, és így a látszólagos élet szakadatlan halállá válik, csak meghalva és a halálban él. Az igazi élet önmaga által boldog, mondtuk korábban, a látszólagos élet szükségképpen nyomorúságos és boldogtalan. Minden gyönyörűség, öröm és boldogság lehetősége, vagy nevezzék bárhogy a jólét általános tudatát, szereteten és törekvésen, hajlamon alapul. Egyesülni a szeretet tárgyával és vele a legbelsőségesebben összeolvadni, ez a boldogság. Tőle elkülönülten, kitaszítva lenni, miközben nem szűnünk meg vágyakozva felé fordulni, ez a boldogtalanság. A látszólagos, avagy a tényleges és véges viszonya az abszolúthoz, avagy a végtelenhez és örökhöz általában véve a következő. Az a már korábban említett valami, aminek a látszatot hordoznia és a létezésben megtartania kell, ha az legalább látszatként létezik is, és aminek közelebbi jellemzését is ígérjük, nem más, mint az örök utáni vágyakozás. Minden véges létezés legsajátabb gyökere ez a múlhatatlannal való egyesülésre és összeolvadásra irányuló hajlam, amely ezen létezés egyik ágából sem távolítható el teljesen annélkül, hogy ez az ága tökéletes nem létben süllyedne. E vágyakozás alapján és ezáltal, amelyen minden véges létezés nyugszik, alakul ki vagy nem alakul ki igazi élet. Ahol igazi élet alakul ki és érvényesül, ez a titkos vágyakozás értelmezetté és megértetté válik, mégpedig mint az örökre irányuló szeretet. Az ember megtudja, mit akar, szeret és igényel valójában. Már most ez a szükséglet mindig és minden körülmények között kielégíthető, az örök szüntelenül körülvesz bennünket és felkínálja magát nekünk, és semmi más nem kell tennünk, csak megragadnunk. Ha egyszer megragadtuk, soha többé nem veszíthetjük el. Aki igazán él, az megragadta,
és immár létezésének minden pillanatában teljesen és megosztatlanul, egész teljességében szakadatlanul birtokolja, és ezért boldog a szeretett dologgal való egyesülésben. Megingathatatlanul szilárd meggyőződése, hogy örökkön így fogja gyönyörűségét lelni benne, és ezzel biztosítva van minden kétely, aggály és félelem ellen. Ott sem érzik kevésbé ezt a vágyakozást, ahol még nem alakult ki igazi élet, csak éppen nem értik meg. Mindenki szívesen lenne boldog, nyugodt, kielégítő állapotú, csak nem tudják, hol találják ezt a boldogságot. Nem értik, mit szeretnek és mire törekednek tulajdonképpen. Úgy vélik, abban kell megtalálniuk, amivel érzékeik közvetlenül találkoznak, és ami felkínálkozik számukra, vagyis a világban. Hiszen annak a szellemi hangoltságnak, amelyben éppen vannak, valóban semmi más nem áll rendelkezésére, csak a világ. Bátran belevágnak a boldogság hajszolásába, szívből megörülve és szeretettel átadva magukat az első tárgynak, amely leginkább tetszésükre van, és amely törekvésük kielégítését ígéri. De mihelyst magukba szállnak és megkérdezik maguktól, most boldog vagyok? Lelkük legmélyéről értetően hangzik, ó nem, még mindig ugyanolyan üres és nyomorult vagy, mint korábban. Erről megbizonyosodva úgy gondolják, hogy csak a tárgy kiválasztását vétették el, és egy másikba vetik bele magukat. Ám ez is épp oly kevéssé fogja kielégíteni őket, mint az első. Egyetlen tárgy sem fogja kielégíteni őket a nap vagy a hold alatt. Kívánjuk-e, hogy valamelyikben kielégülésre leljenek? Hiszen éppen az, hogy egyetlen véges és esendő dolog sem tudja kielégíteni őket, éppen ez az egyetlen kötelék, amely még az örökkel köti össze őket, és amely által megmaradnak a létezésben. Ha egyszer rátalálnának egy véges objektumra, amely tökéletesen kielégíteni őket, akkor éppen ezáltal visszavonhatatlanul kivettetnének az istenségből, és kitaszítatnának az örök halálba és a nem létbe. Így vágyakoznak és nyugtalankodnak egész életükben. Minden állapotban, amelyben magukat találják, azt gondolják, ha másképp lennének a dolgok, akkor jobb lenne nekik. És miután másképp lettek, mégsem érzik magukat jobban. Bármely helyzetben legyenek is, úgy vélik, ha eljutnának arra a magaslatra, amelyet szemükkel megpillantanak, enyhülne az aggodalmuk, és mégis azon a magaslaton is változatlanul újra meglelik régi gondjukat. Érett korban, miután a fiatalság friss merészsége és derűs reménysége eltűnt, esetleg eltöprengenek magukban, esetleg végigfutják egész addigi életüket, és lemerik vonni belőle a döntő tanulságot, és talán bemerik vallani maguknak, hogy semmi, de semmi földi jó nem képes kielégíteni bennünket. Mit tesznek ekkor? Talán elszántan lemondanak minden boldogságról és minden békéről. Amennyire tudják, megülik és letompítják a mégiscsak megmaradó kitörölhetetlen vágyakozást, és egyetlen igazi bölcsességnek nevezik ezt a fásultságot, egyetlen igazi üdvösségnek az üdvösségben való kételkedést, és igazi megértésnek azt a vélt ismeretet, hogy az ember egyáltalán nem a boldogságra rendeltetett, hanem erre a semmiben és a semmi körül való hányódásra. Talán csak erre a földi életre mondanak le a kielégülésről. Elfogadnak viszont egy bizonyos, a tradíció által közvetített és a síron túli boldogságra vonatkozó útmutatást. Micsoda szánalmas tévedésben vannak. Nem kétséges ugyan, hogy a síron túl is van boldogság azoknak, akik számára már a síron innen elkezdődött, és nem más úton, módon, mint ahogyan a síron innen minden pillanatban elkezdődhet.
de senki nem lesz boldog pusztán az eltemetés révén. Az eljövendő életben és az eljövendő életek végtelen sorában épp oly hiába fogják keresni a boldogságot, amilyen hiába keresték azt a jelen életben, ha valami másban keresik, mint abban, ami már itt olyan közelről veszik körül őket, hogy a végtelenségig sem fog soha ennél közelebb kerülni hozzájuk, vagyis az örökben. Így tévelyek az örökké valóság szegény gyermeke, kivetve az atyai házból, állandóan körülvéve mennyei örökségével, amely után csak fél kinyújtani reszkető kezét. Nyugtalanul bújdos a környező pusztaságban, és mindenütt letelepedni próbál. Minden kunyhójának gyors összeomlása szerencsére emlékezteti, hogy sehol sem fog nyugalmat találni, csak atyának házában. Így hát tisztelt egybegyűltek. Az igazi élet szükségképpen maga a boldogság, és a látszat élet szükségképpen boldogtalan. Mostantól pedig gondolják meg velem együtt a következőket. Azt állítom, az elem, az éter, a szubstanciális forma, ha az utóbbi kifejezést valaki jobban érti, szóval az igazi élet eleme, étere, szubstanciális formája a gondolat. Először is senkinek sem szabad arra hajlania, hogy a szó első és tulajdonképpeni értelmében más valakinek tulajdonítson életet és boldogságot, mint annak, aki tudatában van önmagának. Eszerint minden élet feltételezi az öntudatot, és egyedül az öntudat az, ami képes megragadni az életet és azt a gyönyörűség tárgyává tenni. Továbbá, az igazi élet és az élet boldogsága egyesülés a változatlannal és örökkel. Az örök azonban egyedül és kizárólag a gondolat által ragadható meg, mint olyan, semmi más módon nem hozzáférhető számunkra. Az egyet és a változatlan saját magunk és a világ magyarázó alapjaként ragadjuk meg. Két szempontból is magyarázó alapként, részben ugyanis azért, mert benne van az alapja annak, hogy egyáltalán létezik és nem maradt meg a nem létben, részben benne és az ő belső csak ezen a módon megragadható és minden más módon teljességgel megragadhatatlan lényegében van az alapja annak, hogy úgy és nem valamilyen más módon létezik, mint ahogyan létezik. Így az igazi élet és a boldogsága lényegét tekintve gondolatokban rejlik, vagyis önmagunk és a világ egy bizonyos meghatározott szemléletében. Nevezetesen, hogy úgy látjuk, mint ami a belső és önmagába rejtőző isteni lényegből lépett elő. A boldogságtan sem lehet más, mint tudástan. Hiszen egyáltalán nincsen más tan a tudástanon kívül. A szellemben, a gondolat önmagában megalapozott elevenségében nyugszik az élet, hiszen a szellemen kívül semmi sem létezik valóságosan. Igazán élni annyit tesz, mint igazán gondolkozni és az igazságot megismerni. Így van ez. Senkit ne tévesszen meg ez a becsmérlés, amelyben az utóbbi istentelen és szellem nélküli időben része volt annak, amit spekulációnak neveztek. Jól látható ismertetőjegye a becsmérléseknek, hogy csak is olyanoktól származtak, akik semmit sem tudtak a spekulációról. Senki nem becsmérelte a spekulációt, aki ismerte. Az istenség csak a gondolkozás legnagyobb lendülete számára jelenik meg, és semmilyen más érzékkel nem ragadható meg. A gondolkozásnak ezt a lendületét gyanussá tenni az emberek szemében nem más, mint azt akarni, hogy örökre elszakadjanak Istentől és a boldogság gyönyörűségétől. Mi másban volna saját elemében az élet és a boldogsága, hanem a gondolkozásban?
talán bizonyos érzetekben és érzésekben, amelyekkel kapcsolatban egyáltalán nem fontos számunkra, hogy a legdurvább érzéki élvezeteke vagy a legfinomabb érzék feletti elragadtatások? Hogyan tudna az érzés, amely mint érzés lényege szerint a körülményektől függ, saját, örök és változatlan fennállásáért kezeskedni? Hogyan tudnánk mi ezt a változatlan fennállást belsőleg szemlélni és élvezni abban a sötétségben, amely ugyanebből az okból kifolyólag az érzést kíséri? Nem. Csak a tiszta megismerés önmaga számára tökéletesen áttetsző és egész belsőjét szabadon birtokló lángja garantálja, e világosság révén, a változatlan folytatódását. Vagy talán az erényes tettek és cselekedetek teszik a boldog életet. Amit ezek a profán emberek erénynek neveznek, hogy szabályosan látjuk el hivatalunkat és hivatásunkat, hogy mindenkinek meghagyjuk a magáét, és ezen felül adunk valamit a szűkölködőknek is, ezt az erényt a jövőben is épp úgy, mint eddig a törvények kényszerítik ki, és a természetes szánalom mozdítja elő. Az igazi erényhez azonban, a hamisítatlan isteni cselekvéshez, amely a semmiből teremti meg a világban az igazat és a jót, soha nem fog olyas valaki felemelkedni, aki szeretve és világos fogalmakban nem fogja át az istenséget. Aki azonban így megragadja, másképp nem is fog tudni cselekedni csak így, mindenféle hála és akarat nélkül. Megállapításunkkal egyáltalán nem állítunk fel új tanítást a szellemi világra vonatkozóan, hanem ez az ősi tanítás, amelyet mindig is tanítottak. Például a kereszténység is a hitet teszi meg az igazi élet és a boldogság kizárólagos feltételének, és kivétel nélkül, mint semmist és halottat vetel mindent, ami nem ebből a hitből fakad. A kereszténység számára azonban ez a hit teljesen megegyezik azzal, amit mi gondolatnak nevezünk. Önmagunk és a világ egyetlen igaz a szemlélete a változatlan isteni lényegben. Csak azután azonosították a boldog élet feltételét az erénnyel, és kerestek vatfán nemes gyümölcsöt, miután e hit, vagyis a világos és eleven gondolkozás eltűnt a világból. Ehhez az egyelőre általánosságban jellemzett élethez ígérek itt útmutatást. Arra vállalkoztam, hogy megmutassam az utakat, amelyeken beléphetünk ebbe a boldog életbe, és az eszközöket, amelyekkel közel hozhatjuk magunkhoz. Ez az útmutatás egyetlen megjegyzésben összefoglalható. Az embertől ugyanis egyáltalán nem várható el, hogy megteremtse magának az örököt, hiszen erre soha nem volna képes. Az örök benne van, és szüntelenül körülveszi. Csak a gyarlóról és a semmisről kell lemondania, amelyekkel az igazi élet soha nem képes egyesülni, és akkor minden boldogsággal együtt rögtön elérkezik hozzá az örök. A boldogságot nem tudjuk megszerezni, nyomorúságunkat azonban képesek vagyunk eldobni magunktól, és akkor a boldogság azonnal magától elfoglalja a nyomorúság helyét. A boldogság, mint láttuk, az egyben való nyugvás és a benne való megmaradás. A nyomorúság a sokféleségben és különfélében való szétszóródottság. Ezek szerint a boldoggá válás állapota a szeretetünk visszafordítása a sokféleségtől az egy felé. Aki szétszóródott sokféleségbe, az olyan, mint a víz. Szétfolyt, kiömlött és elfolyt. Abbéli sóvárgásában, hogy ezt vagy azt és akár sokfélét szeressen, semmit nem szeret. Mert mindenhol otthon szeretne lenni, sehol sincsen otthon. Ez a szétszóródottság, ami tulajdonképpeni természetünk, amelyben születtünk. Ezért a lélek visszafordítása az egy felé, amire a természetes szemlélet soha nem jut el, hanem erőfeszítés által kell elérni, a lélek rendbeszedéseként,
önmagába való megtérésként jelenik meg, és komolyságként, ellentétben azzal a tréfálkozó játékkal, amelyet az élet sokfélesége űz velünk, és mélyreható gondolkozásként, ellentétben a könnyed érzülettel, amely, mivel sok mindent akar megragadni, semmit sem ragadt meg szilárdan. Ez a mélyen gondolkozó komolyság, a léleknek ez a szigorú rendbeszedése, és ez az önmagunkba való megtérés az egyetlen feltétele annak, hogy elérkezhessen hozzánk a boldog élet. E feltétel teljesülése esetén azonban bizonyosan és tévedhetetlenül elérkezik. Mindazonáltal igaz, hogy lelkünknek a láthatótól való visszafordítása révén eddigi szeretetünk tárgyai megfakulnak számunkra és fokozatosan eltűnnek, míg nem a számunkra felnyíló új világ éterében megszépülve, vissza nem kapjuk őket. Egész régi életünk elhal, míg nem a bennünk megkezdődő új élet könnyű readásaként újra megkapjuk. Ám ez a végességtől soha el nem választandó sors, csak a halálon keresztül jut el az élethez. A halandónak meg kell halnia, és semmi sem menti meg lényegének e kényszerétől. A látszólagos életben szakadatlanul meghal, de ahol az igazi élet kezdődik, ott az egyetlen halálban örökre meghal minden halál számára, amely csak a végtelenségig vár rá a látszólagos élet során.